bajnoksággal kapcsolatban úgy érzem, hogy ott vagyok a csapatban, tehát ezt az uruguayi bronzéremmel sikerült bebiztosítanom, úgy gondolom. Mennyire vagy elégedett az új szabályrendszerrel? Vannak azért szokatlan dolgok, meg hát főleg ugye nekem a 2 éves kihagyás után is szokatlan dolog az, hogy judo ruha kontroll tulajdonképpen sokkal szigorúbb lett. Mostani judo ruhák sokkal bővebbek lettek, mind szélességre, mind a kar szélességét tekintve. Úgyhogy ehhez is azt hiszem egy picit talán hozzá kell szokni. Vannak nekem is olyan dolgok az új szabályban, ami természetesen nem fekszik, mégpedig az, hogy 2 kézzel nem lehet bontani egy fogást, ami nem is tulajdonképpen értem, hogy mire jó ez az új szabály. Minden esetre nekem is benne volt a melomba ez a 2 kezes bontás, amit sajnos most ki kell, hogy vegyek. Ami eddig zsigerből jött, azt most ki kell húzni egy tolvonással a melóból, ami talán egy picit szokatlan még a szőnyegszéli helyzeteknél. Nem mond a bíró rögtön Matét, nem parancsol megállt, hanem ugyanúgy mehet tovább akár az állás, sőt a földharc része is, tehát egy befogott leszorítás, hogyha éppen kint vagyunk a szélén és kimegy a másik, akkor a leszorítás ugyanúgy élni fog. Nem állítják föl a két küzdőfelet. Én azt gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten ez is fekszik, mivel nem lehet azt mondani, hogy egy rossz földharcosak vagyunk a nemzetközi mezőnyben. Kérdés nem lehet megkerülni, volt egy 2 éves elég nehéz időszak a hátad mögött, ezt mennyire tudtad már elfelejteni, gondolom úton útfélen azért emlékeztetnek rá, mennyire vagy túl ezen a nehéz időszakon? Túl lenni nem lehet ezen a 2 éven, azt hiszem, tudom azt, hogy mit veszítettem vele, tudom azt, hogy mennyi világversenyt veszítettem el, 2 EB, 1 VB, ami a legfájóbb persze az az olimpia, és még ráadásul úgy, hogy az olimpián én hát voltak olyan kitűzött céljaim, a legrosszabb esetben pontszerző, 5. helyet szerettem volna megcsípni az olimpián, de hát egy jó sorsolással, akár én egy bronzéremre vártam volna magamat, amiben benne lehetett volna persze az is, hogy az első körben kiesem, de lehet, hogy akár egy jó sorsolással, vagy egy jó nappal végigmegyek, és a döntőbe találom magam. Ezt már sajnos nem fogjuk kideríteni. Elfelejteni tényleg nem lehet, de most azt gondolom, hogy kaptam vissza nagyon sok dolgot. Itt tényleg gondolok a közgépre, akinek egy óriási köszönettel tartozunk. Azt gondolom, hogy egy ilyen szerződést megköt velünk, és tényleg csak a melóra kell, hogy koncentráljunk, és a judóra. Tippelj, tutúzz és játsz a 6-3.hu tipligáiban, ahol hetente több 100 000 forint kerül kiosztásra.